Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatej Televízió híradóját látják, Kovács Karácsonyi Dóra vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Július 1-e a legkésőbbi dátum, felgyorsítja a szekszárdi fürdőnyitás előkészületeit Ács-Rezső polgármester. Sokan panaszkodnak az italozó, kötekedő hajléktalanokra, több ellenőrzés várható a jövőben Szekszárdon. Orvvadászok tizedelik a vadállományt, a vadászkamara szerint több százmilliós kárt okoznak évente. Vasárnap hajnalban tilos füvet nyírni, több tízezer forintos bírság járhat, ha valaki megszegi a szabályt. Legkésőbb július 1-én nyithat ki a szekszárdi családbarát strand és élményfürdő. Ács-Rezső polgármester péntekre kért részletes tájékoztatást a város műszaki szakértőitől az addig szükséges javításokról, miután a fürdő üzemeltetéséért felelős sportközpont semmiféle javaslatot nem tett eddig az elvégzendő munkákra. Hiányos a burkolat a szekszárdi strand egyik medencéjénél, így nem lehet bele vizet engedni, és kinyitni sem lehet a strandot, hiába teszik lehetővé a május elején bevezetett lazítások. Ács-Rezső szekszárd polgármestere összehívta az érintetteket, hogy ellenőrizze, hogy áll a strandnyitás előkészülete, és mi szükséges a mielőbbi nyitáshoz, mert az üzemeltető sportközponttól eddig semmiféle jelzést nem kapott a szükséges forrásokra vonatkozóan. A sportközpontnak a vezetése, illetve a felügyelő bizottság sem igazán mélyrehatóan foglalkozott a dologgal, hiszen ez a helyzet ez már régebb óta fennáll. Igazából tulajdonképpen különösebb intézkedéseket nem tettek, hiszen nem tettek javaslatot felé, polgármester felé, vagy éppen a közülés helyettesítő polgármester felé, hogy milyen beavatkozásra lenne szükség, pedig idő lett volna rá, azt gondolom, főleg úgy, hogy a sportközpont be volt zárva. A polgármester szerint így akár korábban is nyithatott volna a strand. Malomsoki Krisztián igazgató a találkozón hiába kérdezte Ács-Rezső, nem szólalt meg, ahogy a témában korábbi megkeresésünket is elhárította. Az igazgató helyett a fürdővezető beszélt. Elhangzott, ha kijavítják a medencét, akkor a július 1-i nyitásnak nincs akadálya. A medencét 3 hét alatt tudja rendbehozni a kivitelező, de a szakértő tök véleménye megoszlik arról, hogy később szükség lesz-e a teljes újraburkolásra. Olyan anyagokat használtak, beltéri ragasztókat, illetve sima vakolatot ennek a csempének a felragasztásához, illetve a kiegyenlítő rétegéhez, ami teljesen alkalmatlan volt erre. Rácz Zoltán, az Éjjel Szekszárd frakció önkormányzati képviselője egy 2016-ban elvégzett szakértői vizsgálatra hivatkozva azt mondja, már az építéskor rossz alapanyagokat használt a kivitelező, ez okozza a problémát. Szerinte a végleges megoldást a medence újraburkolása jelenteni, aminek költsége egy árajánlat alapján 120 millió forint körül lenne. Ezek a ragasztók és ezek a szigetelő anyagok iszonyatosan drágák. Szóval, és nincs több alternatív, tehát nincs változat, hogy majd lehet valami olcsóbbat, meg sokkal olcsóbbat. Tehát itt körülbelül ez a nagyságrend. Tehát 50 és 120 között, vagy e körüli jár. A strand építésekor a műszaki ellenőri feladatokat ellátó Planéta Kft. Ügyvezetője azt mondja, a kivitelező a tervezett anyagokat használta az építés során. Hogy a fürdőt a terveknek megfelelően tervezett anyagokkal, tervezett fugázó anyagokkal kivitelezte a vállalkozó, amiért természetesen 36 hónap garanciát vállalt. Friedman Tamás néhány nappal ezelőttig a Rácz Zoltán által hivatkozott 2016-os szakértői vélemény létezéséről sem tudott, azt nem látta, így véleményt sem tud mondani az abban leírtakról, azt viszont elmondta, hogy a 2012-es átadást követő 3 évben, ameddig a garancia szólt, jelentős meghibásodást feléjük nem jeleztek. Az azóta eltelt időszakról pedig nincs információjuk. A szakértő szerint a teljes átburkolás bekerülési költsége csak arra vonatkozó tervek és több árajánlat alapján határozható meg. Én ezt a 100 milliós nagyságrendű árat személy szerint nem tartom megalapozottnak, erre vonatkozóan semmilyen számítást nem láttam, ilyen alapul lehetne mondani, hogy 80 millió, lehetne mondani, hogy 120 millió, ez anyag és munkadíj függvénye, de főként az anyagárok. Ács-Rezső polgármester azt mondja, ezt a kérdést majd később vitatják meg, most az a lényeg, hogy mielőbb kinyisson a strand. Arra adtam a utasítást, vagy fogalmaztam a kérdést,
hogy egy műszaki emberekből álló csapat állítsa össze pénteki azt, hogy milyen beavatkozásokra van szükség, és ehhez milyen fedezet kell anyagi szempontból. Költségvetésileg én azt gondolom, hogy támogatni kell ennek a fürdőnek a helyre hozatalát és a megnyitását. A szekszárdi fürdő 70-80 ezer embert fogad egy-egy szezonban. A koronavírus miatt bevezetett intézkedések jelen pillanatban nem tennék lehetővé, hogy teljes kapacitással üzemeljen a strand, viszont a nyitásig további könnyítésekre lehet számítani. Az eddig elvégzett 8276 koronavírus tesztből 2 lett pozitív, jelentette be Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, a klinikai járványelemző munkacsoport vezetője. Ez azonban csak egy részeredmény. Pénteken zárul le a csaknem 18 ezer ember bevonásával történő országos reprezentatív koronavírus szűrővizsgálat. A vizsgálatot május 1-én kezdte el a Semmelweis Egyetem vezetésével és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a 4 hazai orvosképző és a Központi Statisztikai Hivatal. A vizsgálat végeredményét május végén közlik. Merkely Béla hozzátette, a vizsgálat első szakaszát további mérések követik, amelyek között legalább egy hónapnak kell eltelnie. Ha a járványügyi adatok nem változnak nagyon, akkor a következő mérés előreláthatóan szeptemberben lesz. Gyakrabban járőröznek majd a rendőrök és a közterületfelügyelők Szekszárd frekventált helyein, ezt ígérik a hatóságok. Több lakossági bejelentés érkezett ugyanis arról, hogy hajléktalanok keserítik meg az ott élők és üzletet vezetők életét. Rendszeresen isznak, verekszenek, dorbézolnak Szekszárd közterein. Szirénázó mozgásérzékelő lámpát szerelt fel boltja oldalára az egyik üzletvezető a Garai téren Szekszárdon, hogy elriassza a hajléktalanokat attól, hogy ott végezzék el a dolgukat. Hiába hívják ki a boltvezetők néhány naponta a rendőrséget, a garázdálkodók továbbra is hangoskodnak, verekednek, és ott végzik el a dolgukat. Emiatt sokszor elviselhetetlen állapot alakul ki a boltok környékén. Nem csak itt panaszkodnak a helyiek az ittas hangoskodó emberekre, hanem a Találkatéren, a 160 lakásos társasház, valamint a nagyobb bevásárlóközpontok környékén is. A közterületfelügyelők csoportvezetője elismerte, hogy Szekszárd frekventált helyein rendszeresen találkoznak ittasan dorbézoló vagy szemetelő hajléktalanokkal. Ha rajta kapják őket, hogy köztisztasági szabálysértést követnek el, eljárást kezdeményezhetnek velük szemben, meg is büntethetik őket, de ez nem jellemző, inkább felszólítják őket, hogy rakjanak rendet maguk után. Kollégáimmal igyekszünk minden esetben úgy szervezni a napi szolgáltellátást, hogy ezeket a területeket több alkalommal is felkeressük. Intézkedések is történtek, több esetben felszólították ezeket a személyeket, hogy tegyenek rendet a környéken, amit meg is valósítottak, tehát rendet tettek magunk körül. Ha pedig rongálnak, verekednek, akkor az már bűncselekménynek minősül. Ilyenkor kihívják a rendőröket. Szűcs László, a szekszárdi hajléktalan szálló vezetője nincs meggyőződve arról, hogy a Garai téren randalírozó emberek hajléktalanok lennének. Úgy véli, a helyzet rendezése a rendvédelmi hatóságok feladata. Nekik, vagyis a hajléktalanok ellátását végző szakembereknek, valamint az utcai szociális munkát ellátó dolgozóiknak az a fő feladatuk, hogy segítsenek a fedél nélküli embereknek szálláshoz, munkához, jövedelemhez jutni. Szekszárdon egyébként az éjjeli menedékre naponta 20 férfit és 5 nőt tudnak befogadni. Ezt a limitet el is szokták érni. Hogyha valaki a közterületet választja, vagy a nem lakás céljára szolgáló helyiséget, akkor természetesen felkeressük többször is. Nyilván, hogy a szolgáltatások meg a különféle ellátásoknak az igénybevétel az önkéntes, tehát a hajléktalan személynek ezt el kell fogadni. A közterületfelügyelők és a rendőrök is azt ígérik, gyakrabban ellenőrzik Szekszárd frekventált területeit, hogy a helyzet rendeződjön. Már csaknem 2,8 milliószor léptek be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal elektronikus felületére, hogy megnézzék az SZJA bevallási tervezetüket. Az adóhatóság által készített, személyre szabott dokumentum pillanatok alatt elérhető a hivatal weboldaláról is. A legtöbbeknek nincs dolguk a tervezettel, mert a NAV minden jövedelmi adatot megkapott a munkáltatóktól. Eddig 700 ezeren változtatás nélkül, több mint 286 ezeren némi módosítással jóvá is hagyták a dokumentumot. Ezen felül több mint 530 ezeren mostanában kapják készhez a tervezetet postán, amit csak azoknak kell korrigálni, akik abban eltérést találnak saját nyilvántartásukhoz képest.
Hatalmas károkat okoznak az orvvadászok minden évben Tolna megyében. Hogy pontosan mekkora mértékű az orvvadászat, azt nem lehet megmondani, mert sok esetre nem derül fény. A vadászkamara Tolna megyei titkára szerint az ilyen bűncselekményeket leginkább vadászok követik el, akik egyszerűen nem jelentik le a kilőtt vadat. Több 100 millió forint is lehet a kár, amit az orvvadászok okoznak évente csak Tolna megyében. A pontos összeget nem lehet megmondani, mert az esetek jelentős részére nem derül fény. A vadászkamara Tolna megyei titkára viszont azt mondja, az orvvadászat egyáltalán nem ritka jelenség. Számszerűsíteni nem tudjuk a felderített esetek alapján, hogy azért igen-igen nagy arányú az orvvadászat a vadállományon belül a legális vadászathoz hasonlítva, viszonyítva. A vadászkamara Tolna megyei titkára szerint az a ritkább, hogy engedéllyel nem rendelkező személy lő ki vadat. Sokkal gyakoribb, hogy a vadásztársaságok egy-egy tagja egyszerűen nem vezeti a kilőtt állatokról szóló nyilvántartást. Egyrészt megélhetési orvvadászatról beszélhetünk ilyen esetben, ez véleményem szerint a kisebb arány. A másik az, amikor az úgynevezett belső orvvadászatról beszélünk így szakmai berkekben. A belső orvvadászat az, amikor a vadásztársaságon belül a tagok járnak nem tisztességes úton, és vesznek plusz hasznot az állományból, illetve van azért erre épülő, fekete gazdaság is. Király István azt mondja, találkozott már olyan esettel is, hogy a rendszeresen, üzletszerűen illegálisan kilőtt vadhúsa egy népszerű élelmiszerlánc hűtőjében landolt. Az orvvadászat egyébként bűncselekménynek számít, amiért akár 3 év börtön is kiszabható. Unokázós csalópárt fogtak el a szekszárdi rendőrök. A pár nemrégen egy bátaszéki nőt vert át, 800 ezer forintot csaltak ki tőle, de Szekszárdon is próbálkoztak ugyanazzal a módszerrel. A kiszemelt idős áldozatok unokáiként mutatkoztak be a telefonban, és azt mondták, bajba kerültek, ezért sürgősen pénzre van szükségük. A csalók azóta már börtönben vannak. Mobiltelefonokat és SIM-kártyákat foglaltak le a rendőrök az unokázós csalással gyanúsított pártól. Szekszárd és siófoki egyenruhások közös akcióban fogták el őket. A csalók egy idős bátaszéki nőt 800 ezer forinttal károsítottak meg. Egy bátaszéki idős asszony tett feljelentést a rendőrségen, mert egy férfi azzal hívta őt fel, hogy az unokája, aki balesetet szenvedett, és pénzre van szüksége ahhoz, hogy ne legyen belőle problémája. Az idős asszony 800 ezer forintot adott át a csalótársának. Szekszárdi telefonszámokkal is próbálkoztak a csalók, akkor viszont nem sikerült átverniük senkit, ám most azokért a hívásokért is felelniük kell majd. Az eddig rendelkezésre álló adatok szerint eddig 3 személlyel szemben követtek el csalás büntettét, valamint 2 embert próbáltak meg szintén őtőlük pénzt kicsalni, ezért csalás büntett kísérlet miatt is gyanúsítottként hallgatták őket ki. Azóta a csalással gyanúsított pár mindkét tagját le is tartóztatták. Flexelés, fűnyírás, zenehallgatás vasárnap hajnalban vagy hétköznap este. Akár 50 ezer forint helyszíni bírságot kaphat, ha valaki ezekben az időpontokban teszi ezeket a nagy zajjal járó tevékenységeket. Sokan nem tudják, hogy egy önkormányzati rendelet szigorúan korlátozza a zajszennyezést. Szekszárdon és környékén igen megszokott látvány és zaj a fűnyírás. Sokan rendelkeznek kertesházzal és a társasházak között is nagy arányú a zöld terület. Ám kevesen tudják, hogy akár 50 ezer forintos helyszíni bírságot kaphat, ha valaki vasárnap délben nyír füvet. Ahogy reggel 9 óra előtt sem szabad, és 12 óra, valamint délután 4 óra között is tilos. Miként egyéb nagy zajjal járó tevékenységet sem szabad ezekben az időszakokban végezni. Ide tartozik a favágás, kerti traktorozás, barkácskép használat, vagy éppen a zenehallgatás. Egy önkormányzati rendelet szabályozza ezt. Két időszakot jelöl meg az önkormányzati rendelet, egyrészt van a téli, illetve a nyári időszámítás. Téli időszámítás szerint ilyen tevékenységeket 19 óra és 7 óra között munkanapokon és szabadnapokon tilos végezni, munkaszüneti napokon pedig 19 és 9 óra között, illetve 12 és 16 óra között tilos ezen tevékenységek végzése. Nyári időszámítás ettől valamilyen szinten eltér. Nyáron is tilos ezeket a tevékenységeket végezni, de akkor némiképp változnak a tiltott időszakok. Hétköznap és szombaton este 9 óra és reggel 7 óra között, vasárnap pedig este 9 és reggel 9 óra között, továbbá 12 óra és délután 16 óra között tilos flexelni, füvet nyírni. A szabályszegők 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal, vagy 150 ezer forintig terjedő közigazgatási büntetéssel sújthatóak. Igazából 2018-ban szigorított ugye a jogalkotó a képviselőtestület ezeken a szabályokon, akkor is ilyen lakossági észrevételek alapján.
Az eltelt időszakban elég volt a közterület felügyelők által alkalmazott mondjuk figyelmeztetés, szóbeli figyelmeztetés. Egyébként ilyen jellegű pénzbírsággal végződő eljárás nem történt azóta. Annak bizonyítása, hogy a szomszédunk ezeket a szabályokat megszegte, igen nehézkes. Ilyenkor a bejelentést követően tanukat hallgathat meg a jegyző, majd azok alapján kezdeményezhet eljárást. Erre azonban ritkán kerül sor, mondja Varga András. Nem jellemző, hogy a szekszárdi polgármesteri hivatalhoz fordulnának ezek miatt a lakosok. Más miatt azonban érkezett panasz a hivatalhoz. Volt, aki a szomszédjában kukorékoló kakasra, más a fagyasztott termékeket, tejtermékeket, vagy éppen a cirkuszt hangos zenei szignállal hirdető járművekre, vagy éppen a paksi atomerőmű sziréna próbájára tett panaszt, megemlítve, hogy jó lenne, ha valamit tenne a hivatal ezen zajszennyezés ellen. Regionális híreink következnek. Újra kinyitotta a pécsi vásárcsarnok, szigorú szabályok mentén lehet árusítani és vásárolni. Időre érkeznek a küldemények, óvintézkedéssel működnek a postai szolgáltatások. Történelmi pillanat, autós istentiszteletet tartottak Kertvárosban. Május 11-től ismét a régi rendszerint látogatható a pécsi vásárcsarnok. Immár nem csak a külső asztaloknál engedélyezett az árusítás, megnyitották a csarnokot is. A piacon való tartózkodás szigorú szabályokhoz kötött, aminek a betartását a piacfelügyelők ellenőrzik. Biztonsági őr ellenőrzi a belépést a pécsi vásárcsarnoknál. Az épületben ugyanis május 11-től ismét engedélyezett az árusítás. A termelők árusok részéről, bár vegyes a tapasztalat, örülnek az újranyitásnak. Örülünk neki, hogy kinyitották a vásárcsarnokot. Úgy látjuk, hogy igazából minden változatlan. Én örülök neki, hogy újra nyitva van, mert más megélhetési forrásom nem lenne. De hát most, hogy kinyitottunk, eddig még a mai nap annyira gyenge. A vásárcsarnokon belül szigorú szabályok mentén lehet árusítani és vásárolni. Többek között kötelező a szájmaszk használata, az árusoknak pedig a kesztyű viselése is. Emellett a másfél méteres védőtávolság betartása is érvényben van. A rendelkezések betartására a piacfelügyelők is felhívják a figyelmet. A vásárlók már várták a csarnok nyitását. Én jobban szeretek, hát mondjuk azt nem szeretem, hogy ez nagyon piszkos ez a vásárcsarnok, de azért az árukat itt jobban szeretem, mint a multiknál. Hát nagy választék van, és meglepetésemre nagyon friss minden, szóval kellemes csalódás. A csarnok egyébként a veszélyhelyzet előtti rendes nyitvatartással működik, azaz reggel 5 és délután 5 óra között érkezhetnek a vásárlók. Annyi a változás a járványt megelőző időszakhoz képest, hogy egyszerre maximum 100 fő tartózkodhat bent, ezt folyamatosan figyelni fogják a piacfelügyelők. Egy helyen lehet bemenni a Bajcsy-Zsilinszky utca felől, és egy helyen lehet kimenni a buszpályaudvar felé. Emellett az a szabályozás is érvényes, miszerint a 65 év felettiek csak reggel 9 és 11 óra között tartózkodhatnak a csarnokban. A piac külső asztalainál továbbra is engedélyezett az árusítás az egészségügyi szabályok betartása mellett. A személyi jövedelemadó bevallási időszakban ismét felbukkanhatnak az internetes csalók, akik a NAV nevében keresik fel az adózókat. A szélhámosok a személyes vagy a bankkártya adatokat próbálják megszerezni. Ezt tehetik SMS-ben és e-mailen keresztül is. Az adóhivatal arra hívja fel a figyelmet, hogy tüzetesen nézzük át az üzeneteket, ugyanis legtöbbször tegező megszólítást használnak, és magyartalanul vagy teljesen értelmetlenül fogalmaznak. Ezek sem a NAV-ra, sem más hivatalos szervre nem jellemzőek. Fontos, hogy amennyiben egy link is található a levélben, semmiképp ne kattintsunk rá, hiszen ez általában egy adathalász weboldalra navigálja a felhasználót. Tehát mindenképpen oda kell arra figyelni, hogy ne dőljenek be az adózók az ilyen csaló e-maileknek. Az adóhivatal az ügyfélkapun keresztül vagy postán megküldött adószámla kivonattal tájékoztatja az ügyfeleket a túlfizetésről, és a túlfizetés visszaigénylésére csak és kizárólag a 17-es nyomtatvány kitöltésével van lehetőség, linkre kattintással semmiképpen nem lehet visszakérni összeget.
Nem érkeznek később a postai küldemények a járványhelyzetben sem, jelentette ki a cég szóvivője. Pedig egyes interneten terjedő hírek szerint lassítottak a feldolgozáson, hogy a vírusok elpusztuljanak a papír felületén. Ez azonban nem igaz. Az viszont igen, hogy különleges kenőcsöt kaptak a szájmaszk mellé a kézbesítők. A hivatalokban pedig szigorúan szabályozzák az ügyfélforgalmat. Sorban állnak a pécsi főposta épülete előtt az ügyfelek hétfőn. Maszkban várják, hogy bejuthassanak. A koronavírus járvány miatt bent nem készíthettünk felvételeket, csak az utcán. Ez is a postai óvintézkedések része. Talában nem szoktak ennyien lenni. Tehát normális körülmények között zajlik. Most úgy látszik, egy kicsit összetorlódtak. De egyébként nincs semmi gond. Meg vagyok elégedve vele, köszönöm szépen. Nagyon rendesek. Szoktam ide járni hetente, mert hol felveszek pénzt, hol pedig csekket fizetek be. Nagyon jó. Elégedettek a postai szolgáltatásokkal a megkérdezettek. Korábban arról lehetett olvasni egyes fórumokon a neten, hogy később érkeznek meg a levelek, küldemények, mert pihentetik őket, hogy a vírusok elpusztuljanak a papír felületén. Ehhez 24 óra kell az információk szerint. Arról nem tudok, hogy lenne pihentetése ezeknek a leveleknek, hiszen önmagában amíg elkészül, amíg feldolgozzák, amíg kikerül a postára, azok mind zárt rendszerben történnek, és nem tartjuk szükségesnek, hogy ezeket pihentessük. A magyar hatóságok ajánlása nem tartalmaz ilyet, és a WHO ajánlása sem. A feldolgozás gépi nem érinti emberi kéz a leveleket. A kézbesítés idejét szigorú szabályok határozzák meg, ezeket be kell tartani, ezért nem késhet a posta, mondja a szóvivő. Nem csak az ügyfeleket, a munkatársaikat is védi a társaság az intézkedéseivel. Akik közvetlen ügyfélkapcsolattal rendelkeznek, azok kapnak védőfelszereléseket. Ez általában szájmaszk és gumikesztyű, illetve a kézbesítőknél alkalmazunk úgynevezett folyékony kesztyűt, ami gyakorlatilag egy krém, ugyanazt a hatást váltja ki, mint hogyha egy kesztyűt viselne, mert hogy egy vékony réteget képez a kézen ez a krém, és védi a fertőzéstől azt, aki ezt megtette. Aláírni sem kell a küldemények átvételekor. Elég, ha igazolja magát az ügyfél az irataival a másfél méteres védőtávolságot tartva. A Magyar Postánál egyébként nem volt elbocsájtás a járvány miatt. Ugyanannyi munkatársal végzik a napi munkájukat, csak van, aki otthonról teszi ezt, tudtuk meg a szóvivőtől. Történelmi pillanatnak nevezte május 10-ét Nagy Zoltán Csaba, a pécskertvárosi református egyházközség lelkésze. A koronavírus járvány miatt ugyanis a templomban nem találkozhatnak a hívek, ezért autós istentiszteletet tartottak kertvárosban, amelyre a gyülekezet tagjai szép számmal érkeztek. Geibl Eszter 2011 óta, amikor is Kertvárosba költözött családjával, tagja a református egyházközségnek. Mint mondja, nagyon hiányzott már neki az, hogy a többiekkel személyesen is találkozhasson. Ezért érkezett családjával a rendhagyó autós istentiszteletre. Arra gondoltam, hogy bár ugye nem érintkezhetünk személyesen, meg nem találkozhatunk annyira közelségből, viszont így, hogy többen követhetjük így autóval is az eseményeket. Így rögtön ez jutott eszembe, hogy így is tudjuk a személyes kapcsolatokat is ezért valami szinten továbbvinni, illetve alakítani azzal, hogy egymást látjuk az autóba, és tudjuk így is tartani kicsit a kapcsolatot. A résztvevőknek nem volt másra szükségük, mint egy autóra, egy bibliára és egy énekes könyvre, valamint nyitott szívre és lélekre. Születésünk óta reformátusok vagyunk, nagyon reformátusok vagyunk, és nagyon kedves, tartalmas közösség. A létünk egyik nagyon fontos része az, hogy ide tartozunk. Megéljük otthon is a hitéletet családilag, és itt közösségileg. Ez úgy van a Bibliában, hogy összejönnek a keresztények a templomban is, meg házanként is. Hát ez most a templom tulajdonképpen, most egy egészen sajátos megoldással jövünk így össze. Örülnek a virtuális közösségnek, amit a televízió, a rádió és az internet biztosít. Viszont a különböző felekezetek képviselői egyetértenek abban, hogy már nagyon hiányoztak a személyes találkozások, a valós közösségek. Nem csak a hívek gondolják így, de a lelkipásztorok is. Az autós istentisztelet ötletét többek között a budai református gyülekezettől vették át Pécset. Innen jött az ötlet, hogy mi lenne, ha ugye mi is csinálhatnánk egy ilyet. És hát ez az igazság, hogy mi még akkor gondoltunk erre, amikor még itt is kijárási korlátozás volt,
és ahhoz, hogy ez itt akár megvalósulhasson, itt több engedélyt és hozzájárulást be kellett szereznünk, most pedig hát várunk arra, hogy sok áldásban legyen részünk majd. Továbbra is sok kérdést vet fel a koronavírus járvány egészségügyi szempontból, így a tervek szerint a későbbiekben is szerveznek autós istentiszteletet Kertvárosban. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Július 1-e a legkésőbbi dátum, felgyorsítja a szekszárdi fürdőnyitás előkészületeit Ács Rezső polgármester. Sokan panaszkodnak az italozó, kötekedő hajléktalanokra, több ellenőrzés várható a jövőben Szekszárdon. Orvvadászok tizedelik a vadállományt, a vadászkamara szerint több százmilliós kárt okoznak évente. Vasárnap hajnalban tilos füvet nyírni, több tízezer forintos bírság járhat, ha valaki megszegi a szabályt. Szerdán napos idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. Délután ismét meleg időre készülhetünk, akár 22 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb szerda este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!